A mai órán a reform országgyűlésekről lesz szó, amikor az első reform országgyűlés, akkor elsőben az 1832-36-os országgyűlésről, de szóba fog kerülni természetesen a 40-es, a 44-es is, hiszen lesznek olyan kérdések, amelyekben hát ideig eljutunk, de elevenítsük fel össze, és hogy néz ki a magyar országgyűlés, illetve döntéshozó, amit ugye, döntéshozás, amit ugye az előző órán vettünk. Ugye van 52 darab vármegyénk, ott vannak a megyegyűlések, a megyegyűlési a követ, két követ az alsó táblára kerül, követutasítást kapnak, tehát nem saját maguk gondolatával politizálnak, hanem a megyegyűlés által kiadott döntéseket hozzák meg. Illetve a másik oldalon vannak ugye a káptalanok, tehát egyházi személyek, illetve városok követei, ugye, akik szintén egy-két követet raknak ide, mert az alsó tábla is dönt. A felső tábla meghívott arisztokráták vannak, és hát ugye ők is döntenek az adott kérdésben, üzeneteket váltanak egymással, majd pedig, amikor mind a két tábla ugyanazt a döntést hoznak, a felső és az alsó tábla is, akkor egy feliratot küldenek a királyhoz, a király pedig megnézi a törvényjavaslatot, eldönti, hogy kell neki, vagy nem kell, ha azt mondja, hogy ez visszadobom, nem helyes, akkor leíratként visszaküldi az alsó táblának, a felső táblának, ha viszont azt mondja, hogy elfogadja, akkor szentesíti a törvényt. És íme ugye a törvényalkotásnak a módozata, ezt is az előző órán megnéztük. Nézzük meg, hogy mik a reformkornak a legfontosabb mozgatórugói kérdései. Az egyik kérdés a közteherviselés, az elsőben Magyarországot tekintve a nemesi adózásról szól, meglátjuk, hogy el tudják-e fogadni, vagy nem. A másik kérdés, a nemzetiségek ügye, ez kezdetben nem merül föl problémának, de amikor a nyelvkérdés megoldódik, akkor a nemzetiségek ügye is elő fog kerülni. A polgárosodás, hogy Magyarországon, ugye Magyarország egy nemesi állam, ahol nemesség és jobbágysága van elsőben, a polgároknak igen gyenge lábakon áll az erejük, ennek köszönhetően ezt is el kéne indítani, és hát a nemesek fognak polgárosodás ügyét képviselni. Nagyon fontos kérdés a magyar nyelv, ugye 1792 óta ez egy rendkívül fontos kérdés Magyarországon, vagy inkább azt mondanám, hogy még talán második József óta. Aztán a jobbágy felszabadítás kérdése, szintén nagyon fontos kérdés, hogy vajon a jobbágyok felszabaduljanak, hogyan szabadulnak, miként, meg fogjuk mindjárt majd nézni. És hát a nemzeti függetlenség kérdése, hogy vajon Magyarország Habsburg birodalmon belül tevékenykedjen, vagy független legyen. Megoszlanak egyébként erről utóbbiről is a vélemények, de majd meg fogjuk ezt is látni. Na nézzük akkor a fő kérdéseket, amiben döntenek. Jobbágy kérdés, nyelv kérdés, közteherviselés, ősiség törvénye, érdekegyesítés. Ezek közül mi a mai órán a jobbágy kérdéssel és a nyelv kérdéssel fogunk foglalkozni elsősorban. Hát akkor nézzük is meg ezt a jobbágy kérdést. Hogy merül föl egyáltalán az, hogy ezzel foglalkozni kell? Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Széchenyi kimondta, hogy a robotoló jobbágy az sokkal kevesebb hasznot hoz egy föld számára, mintha azon egy bérmunkás dolgozna. Tehát a robotot el kéne törölni, sőt ő azt mondja, magát a jobbágyságot is el kéne törölni, és akkor lennének bérmunkások, akik bemennek a városokba dolgozni, illetve lennének, hogy maradnak a földeken, és ott fognak tevékenykedni. Na most, hogy a jobbágy kérdés ügye megindul, az egy 1831-ben kirobbanó, elég érdekes esemény sornak volt az oka. Az 1830-as években egy új betegség veti fel a fejét Magyarországon. Ez egy ismert betegség volt, csak nem Magyarországon. Ez a kolera. A kolerát az úgynevezett kóli baktérium okozza, amely bejut a szervezetbe, és hát a legyengültebb szervezetet a bélrendszeren keresztül támadja meg. Egyébként egy jól táplált és normális orvosi ellátás alatt lévő szervezetet nem halálos betegségről beszélünk, viszont hát nyilván a 19. század elején nem mondható Magyarországon az, hogy feltétlenül főleg a felvidéken, ahol egyébként kitör ez a kolera járvány, ott tipikusan nagyon jó lenne az ápolás. Ráadásul ezt egymás közt terjesztik az emberek, mikor az emberi ürülékkel terjed elsősorban, abban vannak benne a kis baktériumok, hogy bejutnak az ivóvízbe, hiszen az emberi ürülékon, főleg a városokban, ugye az utcára kerül, és ennek köszönhetően a kutakból fertőzik egymást. Nagyjából 250 ezerre tehető a halottak száma, amit a kolera okoz a felvidéken, komoly számot jelent, viszont még komolyabb problémát okoz gazdaságilag, ugyanis a járvány miatt nem engedélyezik az ingázást. Na most a felvidéki paraszt
Az jellemzően nyáron lement az Alföldre, és ott arató munkásként tevékenykedett, amiért nyilván pénzt keresett. Most nem tud pénzt keresni, és ezért már eleve lázadoznak. De mellette még megjelennek a császári katonák, akik közegészségügyi eljárást folytatnak egyébként le, és nagyon egyszerű meszet, illetve klórt szórnak, elsősorban meszet egyébként a kutakba, hogy ezzel fertőtlenítsék a kutakat. Na most mit mondanak erre a falusi tanulatlan jobbágyok? Azt mondják, hogy hoppá-hoppá, itt minket még mégis akarnak mérgezni, na aztán kettőből nem is engedik őket dolgozni, éhen akarnak veszni mellette, meg akarják őket mérgezni, ebből aztán komoly problémák lesznek, és kitör a tünet korára lázadás, és elsősorban a császári katonákra támadnak, másodszorban pedig a magyar nemesekre. Természetesen a lázadást leveri a aktuális kormányzat, viszont hát felmerül mindenkiben a kérdés, hogy azért a jobbágyok helyzetén lehet, hogy javítani kéne, mert hát vagy őszintén a kolera járványnak és a lázadásnak az egyik legfőbb oka a tanulatlanság volt, hogy semmiféle tudásuk nem volt arról, hogy például a császári katonák mit csinálnak a kutaknál. Ugye tanulni kell egyébként, tehát ez nem egy olyan rossz dolog, hogy az embernek némi tudása is van. Ugye íme a kolerának a leírása, Vibrio cholerae baktérium által okozott betegség, elsőbb a széklettel, hányadika és szennyvízét, ezeket érintő nyers élelmiszerek révén terjed. Európa és ázsiai verziója is van, a betegség súlyos hasmenéssel és hányással jár, amely ugye kiszálladáshoz vezet, és eznek köszönhető az, hogy ha nincsen megfelelően kezelve, akkor 60% a betegeknek elhalálozik. És rendkívül gyors lefolyású betegség. Nem olyan ám, mint a COVID-19. Íme egy ábrázolása a kolerának. Ugye támad a kolera, az más kérdés, hogy szerintem ez nem európai ábrázolás. Ez már inkább. Ugye kolerás halottat nézik, és nem tudják, hogyan terjed teljesen a baktérium. Ugye figyelmeztetés szabályok, hogy mit kell csinálni kolera elleni védekezésnél, hát most látunk ilyeneket, csak ez 1914-ből származik, tehát azért kolera az itt volt még az előző évszázadban is. Nézzük meg, hogy az egész jobbágyrendelet, vagy jobbágyi sors kolera lázadásból hogyan lesz nekünk egyáltalán valamiféle jobbágyi helyzetük. 1832 és 36-ban hívják össze az első reformországgyűlés. Természetesen a reformer politikusok egyből nagy sallanggal érkeznek, és megpróbálnak mindent aztán véghez vinni, és el kell jönni, hogy ez nem olyan egyszerű. A legfontosabb kérdés egyértelműen a jobbágyok helyzetének a javítása lesz. Kétféle verziót lehet ebben megfogni. Az egyik az úgynevezett önkéntes örökváltság, amikor is kimondják azt, hogy minden jobbágynak joga van felszabadulni, ha van elegendő pénze, hogy kifizesse a kártalanítását a nemesnek. Tehát a kártalanítás mit jelent? Hogy a jobbágy nyilván földdel szabadul föl, elvisz egy szántóföldarabot. Ezt fizesse ki. Mellette nem fog ingyen dolgozni a nemesnek, illetve nem fog adózni ezeket pár évre előre ki kell fizetnie, hogy a nemes az tudja élni tovább az életét. Ugye ezt nevezik úgy, hogy önkéntes örökváltság. A másik lehetőség, hogy kötelező örökváltság, kimondják azt, hogy a jobbágyságot megszüntetjük, és minden jobbágy automatikusan felszabadul. Viszont ezzel kapcsolatban van két aprócska kérdés. Az egyik, hogy mi lesz a földekkel? A jobbágytelekkel együtt szabadul föl, vagy a jobbágytelek nélkül? Na de hát a jobbágytelken ott van a háza, meg egyébként is van egy csomó föld nélküli magyar jobbágy, tehát ez egy komoly dilemma, hogy akkor most földel vagy föld nélkül. Ha viszont földel szabadul fel, és kötelező, nyilván ő nem fogja kifizetni azért az árat, hogy ő felszabaduljon, amikor neki kötelező felszabadulnia, hanem a nemeseknek a kárát valakinek fizetnie kell. Hát nyilván erre nagy valószínű, hogy az állam lehet csak képes, senki más, kivéve, hogyha az állam egyáltalán képes rá. Szóval ezek komoly kérdések, amik felvetődnek, és mindig ellen érvként jönnek elő, úgyhogy az önkéntes örökváltság kérdése elég sokáig borzolja a kedélyeket a pozsonyi diétán, vagy más néven országgyűlésen. Még nem, aztán végül az alsó és a felső ház is elfogadja az örökváltság kérdését, méghozzá az önkéntes típusát, minden átmegy a parlamenten, de valamiért első Ferenc éppen dühös a magyarokra, és amikor megérkezik ez a felirati javaslat, akkor ő az indítványokat agyonütöm felszólítással, szinte olvasás nélkül
küldi vissza a parlamentnek, és nem fogadja el. A következő lépése, hogy első Ferenc még jobban kiszúrjon az egész parlamenttel, mert hogy az ugye nem volt hajlandó azt tenni, amit ő akart egyébként, befolyásolni kezdi a vármegyegyűléseket, és a vármegyegyüléseken elég sok megyei küldött, vagy hát nem is küldött, hanem képviselő, főleg a szegényebb nemesi rétegből befolyásolva lesz, némi alkohollal, illetve hát ugye ijeszgetik őket a nemesi adómentesség eltörlésével, ami ugye nyilván egy ilyen utolsó utáni hét szilvafás meg bocskoros nemesnek nem tenne túl jót. Ennek köszönhetően ezek a vármegyegyűlésen egyenhangosabban szólalnak föl a reformok ellen, és aztán vármegyegyűléseken kimondják azt, hogy nem támogatják az önkéntes örökváltság kérdését. Na most az a baj, hogy a reformer politikusok meg megyéket képviselnek, akik ugye nyilván kapnak egy utasítást, követutasítást, be kell tartaniuk. Például Kokáért Kölcsey Ferenc is ekkor mond le a képviseleti jogáról, amikor gyakorlatilag a saját megyéjétől kap egy olyan ultimátumot, hogy nem szavazhat az önkéntes örökváltság mellett, holott ő volt az élharcos ennek a történetnek. Gyakorlatilag az 1832-35-es országgyűlés vége azzal ér véget, hogy a jobbágy kérdés ugye teljes mértékben megbukik, mind a felső, mind az alsóházban. Tehát gyakorlatilag vagyunk egy szinte semminél, az a különbséggel, hogy azért elindult végre valami. A képen Kölcseit látjuk, amint 1835-ben az utolsó beszédét mondja a parlamentben, ugye ekkor volt az, hogy kivették mögül a támogatást a megyében, és ennek köszönhetően ki is mondta, hogy akkor ő lemond. Jelszavaink valának haza és haladás, csak hát nem feltétlenül a haladás támogatja a haza. Mi lesz ez a jobbágy kérdése? Nyilván nem maradt teljesen függőben, az a következő országgyűlésen szintén előkerül, és azért van itt egy fontos dolog, hogy mindeközben első Ferenc elhalálozott, és a helyét 5. Ferdinánd veszi át, aki hát egy kicsit másabb jellegű uralkodó. 1839-40-es országgyűlésen megszavazzák az önkéntes örökváltságot, és 5. Ferdinánd, aki 1835-48-ig fogja egyébként uralni az országot, el is fogadja ezt. Ő egyébként nem hal meg 48-ban, hanem lemondatják. 5. Ferdinándról azért érdemes tudni, hogy hát ez nem teljesen volt szálas fickó. Ugye mondtam már többször, hogy a habzatnak mindig kellett egy civil foglalkozást választani, 5. Ferdinándnak is volt egy civil foglalkozása, ő kémikusnak tanult, imádta a kémiát, sütényen állhat sorba nyilván, élete során egy párszor fel is robbantotta magát a saját kis laborjában, úgyhogy nem teljesen volt százas az öreg, de hát voltak helyette sajnos abban a Habsburg vezetésben olyan személyek, akik átvették azt a fajta erőszakos hatalmat, amit 5. Ferdinánd nem tudott a személyiségébe adódóan kiadni, volt neki egy Metternich-e, majd az megteszi. Mindenesetre 5. Ferdinánd elfogadja az önkéntes örökváltság kérdését, és hát elfogadják, és innentől a jobbágyok saját pénzen felszabadulnak, csak a jobbágynak nincsen saját pénze, így nagyjából a magyar jobbágyság 1%-a jó esetben fel tud szabadulni. Ez kevés. Na most itt vannak a reformpolitikusok, akik egyébként hát ekkor aztán nagyon-nagyon fellépnek, és mivel elfogadták végre valamit, ugye kisújjunkat nyújtjuk, azt elfogadták, nekik a karunk kell, ennek köszönhetően ők a kötelező örökváltságot javasolják, és emellett kardoskodnak, méghozzá úgy, hogy a földdel együtt szabaduljon fel a jobbágy lehetőleg ingyen, a kártérítést pedig az állam fizesse. Hát azért ebben nem nagyon mennek bele ekkoriban. De végül aztán 1848-ban az áprilisi törvényekben bevezetik a kötelező örökváltságot, és megszűnik Magyarországon a jobbágyság. De ez már 1848-ban egy forradalomnak le kell zajlania. Ugye íme a jobbágy felszabadítás gondolati menete, ugye 1832-ben kezdődik, és hát 1848-ban ér véget. A másik kérdés ugye a magyar nyelvügye volt, amiről beszélni kell. Ugye ez az, amit valahogyan el kellene megint csak intézni.
Alapvetően tudjuk, hogy Magyarországon a latin volt a hivatalos nyelv, második József, ha visszaemlékszünk, próbálkozott azzal, hogy bevezeti a németet és egységesíti a birodalmat, de akkor azt ott elvetették, meg visszavonta, meg hasonlók, így aztán latin maradt a hivatalos nyelv. Viszont második Józsefnek annyi köszönhető, hogy a magyarok passzív ellenállásba kezdtek, és elkezdtek a saját nyelvükkel foglalkozni, és a nyelv ugye fontossá vált Magyarországnak, ezért elkezdték a nyelvújítást. Na most hivatalos nyelv csak egy olyan nyelv lehet egy országnak, amely létezik, azaz van egy olyan szervezet, aki ezt a nyelvet, ezt folyamatos jelleggel kezeli, élő nyelvként tartja. Erre jön létre 1825-ben az MTA, amikor is ugye Széchenyi felajánlja az egyévi jövedelmét az MTA megalapításához, Felsőbüki nagypár meg odáll az egész mögé, aztán gyönyörűen megalkotják az MTA-t. Na most ez kell egy-két nyelvújító is, hát a mi nyelvújítónk Kazinczy Ferenc, akiről tudjuk, hogy némi-nemi börtönnel is rendelkezik, hiszen a Kazinczy Ferenc részt vett a jakobinus mozgalomban, és hát ezért halálra is ítélték, csak halálos ítéletet módosították, és akkor pár év múlva a börtönből kiszabadult szerencsénkre, és megkezdte a nyelvújító tevékenységét már a börtönben is. 1832-es országgyűlésen természetesen előkerül a nyelvkérdés ügye is, azonban a németek aggódnak a birodalom egysége miatt, ezért hát számtalan gátat próbálnak bevetni a nyelvkérdés ügyébe, de olyan komoly módon nem tudják megakadályozni a dolgot, aminek aztán az lesz a végeredmény, hogy 1844-es országgyűlésen a magyar nyelvet a magyar királyság területén, tehát nem a teljes Habsburg birodalom területén, hanem a magyar királyság területén állam nyelvnek fogadják el. Ez azt jelenti, hogy ezen történik a törvényhozás. Magyarán szólva a pozsonyi parlamentben magyarul szólalnak fel a képviselők. Ez például Széchenynek okoz némi problémát, mert Széchenynek nem túlzottan jó a magyarja. A közigazgatásban lehet magyarul tevékenykedni, sőt magyarul kell. Az igazságszolgáltatás nyelve, a bíróságok nyelve a magyar lesz, és az oktatás nyelve is a magyar lesz. Éljen, végre a magyar a hivatalos nyelv. Azonban van vele egy aprócska kis probléma, méghozzá az, hogy Magyarországon számtalan nemzetiség van, akik ugyanúgy, hogyha már a magyarok megkapták a saját nyelvüket, akkor szeretnék ők is a saját nyelvüket művelni, amely hát nyilván nem fog ekkor összejönni, és a magyarok ebben nem túlzottan partnerek, így aztán egyre inkább növekedni fog a nemzetiségi ellenállás a magyarok ellen a magyar királyság területén, ugye itt. Szerbekről beszélünk, horvátokról beszélünk, szlovákokról beszélünk, főleg egyébként a horvátok a problémások. A reformkorban felbukkannak úgynevezett reform politikusok is. Van egy nagyon jó barátom, aki hát, történelmi érettségi elnök, emelt szintű érettségi, nagyon elismert szaktekintély, és ő mondja azt, hogy 1848-ban, amikor összeül a magyar parlament, vagy magyar kormány, soha ennyi értelmes és normális és tenni akaró politikus nem ült még egy kormányban, azóta sem Magyarországon. Igen, azóta sem. Ezek ekkor nőnek ki a reform időszakban, úgyhogy meg is fogjuk őket röviden tekinteni. Csak egy pár szót szólunk ezekről a reform politikusokról. Kölcsey Ferenc, ismerjük, himnusz írója. Deák Ferenc, haza bölcse. Váró Veselényi Miklós, az egyik legnagyobb ellenálló főnemesek egyike. Gróf Széchenyi István, ismerjük tevékenységének egy részét, majd még ismerkedünk a többivel is. Gróf Batthyány Lajos, a felsőház szószólója gyakorlatilag. Kossuth Lajos, nem kell egyelőre bemutatnunk, hiszen azért Kossuth Lajosról van minden második magyar főutca elnevezve, és nem véletlenül. Kossuth Lajos egy hihetetlen nagy politikus, legfőképpen nagy arcú politikus. Lovasi László, veszprémieknek őt sem kell feltétlenül bemutatni, hiszen hova van elnevezve Veszprém legjelentősebb gimnáziuma. Na, akkor nézzük is ezeket az urakat. Kölcsey Ferenc az első, ugye látjuk itt ezt a félvaknak tűnő úriembert, ugye volt egy szembetegsége, himnusz költőjeként ismerjük Kölcsey Ferencet, de ő nem csak költő, hanem országgyűlési képviselő is, méghozzá Szatmár megye követe, és 1832 és 36-os országgyűlésen van jelen, igaz, nem 36-ig, csak 35-ig. Legfontosabb kérdésnek a jobbágy kérdést tartja, 1835-ben viszont olyan követosításokat kap a Szatmár megyéből, amely a jobbágy kérdés ellen megy, és ekkor lemond a
képviselői mandátumáról, ugye ekkor hangzik a hírek beszéde, jelszavaink Valának, haza és haladás, de hát azért őneki remek verseit is ismerjük. A másik úriemberém egy fiatal ábrázolása, majd később látunk róla egyébként idősebb ábrázolást is, Deák Ferenc, egy jogászról beszélünk, aki megcáfolatlan jogi érveket szokott fölhozni. Nem arról híres, hogy olyan nagyon sokat mondó és jól kidolgozott beszédei vannak, hanem rendkívül bölcs beszédeket mond, nagyon-nagyon jól tud érvelni, nagyon jól ismeri a jogszabályokat, nem véletlenül ügyvéd a foglalkozása, és hát ugye őt a haza bölcsének nevezte a történelem. Igaz, nem biztos, hogy a reformkori tevékenysége miatt, hanem inkább a 48-49-es szabadságharc utáni események miatt. Báró Veselényi Miklós, egy igen szenvedélyes politikus, aki nem veti meg egyébként a paraszti munkát, ki is próbálja azt. Érdemes megnézni a Hídember című filmet, amikor Veselényi és Széchenyi találkozik, hogy hát Veselényi éppen mivel van elfoglalkodva, gyakorlatilag nyakig áll éppen egy disznónak a szétbontásában. Ez igaz volt, jellemző volt egy szerte a paraszti munkát végezni, nem egy ilyen otthonülő típusú csávó volt, nem véletlenül utazza be egyébként Veselényi Széchenyivel fél Európát. Amiket követel, érdekettesítés, nemzeti egység, alkotmánykiterjesztés, jobbágyfelszabadítás, és akár, ha kell, szembeszáll Bécssel is. Ezért is furcsa egyébként az ő nagyon jó barátság a Széchenyivel, aki ennél sokkal a visszafogottabb személyiség volt. Pontosan a tevékenysége miatt majd a 36-os országgyűlés után börtönbe fog kerülni, még úgy is, hogy közben ő árvízi hajósként, ő menti a jeges árvízből, 1838-as jeges árból a budapesti lakosság jelentős részét menti ki a kis ladikjával. Nagyon népszerű személyiség lesz pont emiatt is, és amikor börtönbe zárják, akkor azért majd ez komoly dilemmákat fejt ki. Az egy más kérdés, hogy pontosan emiatt vonul majd vissza a politikától, illetve majd kiújul a szembetegség a börtönben, és hát gyakorlatilag 54 évesen vakon fog meg. Íme egy kép róla, mint árvízi hajós, ahogy éppen menti a budaiakat. Az nem doktor, bocsánat, ott el van írva, az gróf Széchenyi István természetesen, tehát nem DR, hanem GR. Hát gyakorlatilag a reformkor a legnagyobb alakja, a legnagyobb magyar. Mind a politikai gondolatai, mind a tettei szolgálják a haladást, viszont ő egy visszafogottan, megfontoltan haladó személyiség, nem akar semmiféle rosszat a Habsburg udvartól. Tehát ő nem akar elszakadni, nem akar ellenállni. Ő a Habsburg birodalmon belül képzel egy közös jövőt a magyaroknak, amelyet hát föl lehet virágoztatni. Mind az elméleti, mind a gyakorlati munkái rendkívüli módon jelentősek. Nem véletlenül hívják hídembernek, ugye ő az, aki összeköti a Dunát, de hát ugye a tiszta szabályozásokat nevéhez fogadható. Nagyon sok mindent fogunk még majd Széchenyi tanulni, még egyszer mondom, nem doktor, tehát nem DR, az GR, csak elírtam véletlenül. Itt már nem írtam el, gróf Batthyány Lajos, a felső táblának a vezérszónoka, az ellenzék vezére, aki a később pedig ő lesz Magyarország első, független Magyarország első miniszterelnöke. Egyértelműen haladás szolgáltába álló gondolkodó személy. És a vége felé itt eljöjjünk Kossuth Lajos, azt üzente. Kossuth Lajos egy nincstelen, fiatal, nagyon provokatív, nagyon okos személy, akinek tényleg semmilyen vesztenivalója nincs, tehát nincsen anyagi háttere gyakorlatilag. Nem véletlen, hogy nemesként ő jogásznak tanul ügyvédnek, és nem is rossz ügyvéd, de mellette abból tengeti az életét, miközben ügyvédnek tanul, hogy a parlamentben a nemeseket, a főnemeseket, hogy nem mennek el a parlamentbe, őket tudósítja, hogy mi történik, ott, és ezek fizetnek érte, majd rájön arra, hogy ezeket a tudósításokat ki is lehetne adni, elkezdik kinyomtatni, meg másolni, és ezekből lesznek majd az országgyűlési tudósítások, amelynek köszönhetően ez egy olyan sajtó orgánum, egy olyan kiadott újságszerűség, amelyet nem cenzúrázott le a Habsburg udvar, úgyhogy Kossuth Lajosnak köszönhetően szintén sítre vágják. Az egy más kérdés, hogy ő a börtönben kicsit másképpen tevékenykedik, mint a többiek. Ahelyett, hogy megtörne, ehelyett megtanul angolul, perfekt. Tehát később az angolok azért tisztelik, mert olyan angol szövegű szavalatokat mondott, hogy ihaj,
Szóval megtanult angolul a börtönben, míg mások megvakulnak, meg tönkre mennek. Lovasi László, szintén jogász, az országgyűlési ifjak vezetője, és hát Kossuth együtt őt is börtönbe küldik. Ráadásul neki Kossuth Lajos volt a védőügyvédje, ez is egy érdekes dolog. Viszont hát őt kicsit szigorúban tartották, mint Kossuthot, és ennek köszönhetően falhoz láncolták meg hasonlók, hogy nagyon megtörik és megőrül a börtönben. Nézzük, hogy az udvar mit kezdve a reform ellenzéke, természetesen fellép ellene. Na nem az uralkodó, mert mondtam, hogy egy kicsit ehhez pipogya, viszont van neki egy Metternich nevű kancellárja, aki teljes mértékben magyar ellenes, és fellép a hangadók ellen, a titkos rendőrséget, meg a rendőrséget, mindent ráküld ezekre a reformerekre, és akik ellen talál valamiféle lehetőséget, azokat be is perli, majd letartóztatja, és börtönbe zárja. Ugye a legfontosabb ezek közül Veselényi, Kossuth és Lovasi. Viszont a magyar nép nem nézi jó szemmel ezeket a törvénytelen letartóztatásokat, felháborodott és elkezdnek a magyarok lázongani, ezért jobbnak látják szabadon engedni egy idő után ezeket a börtönbe űzött politikai rabokat, nemzet mártírjának szerepét nem szeretnék rájuk húzni, meg lesz pedig enélkül is, ezért aztán Bécsi udvar kiengedi őket. Hát ő itt Metternich kancellár. Ez pedig az 1838-as pesti árvíz. Ez egy jeges árvíz volt, feltorult Duna Csepel-szigeten, és vissza duzzadta a Duna vize, és egy így öntött el, főleg a budai alsó fekvésű város. Kossuth Lajos a börtönben éppen angolul tanul.